Leszorító erő, szélárnyék, ideális ív. A Forma 1 fizikája közérthetően együttműködésben a Győri Mobilisszel. Az előadó a Széchenyi István Egyetem docense, egykori magyar autocross bajnok, dr. Hanula Barna. Ezzel a berendezéssel egy repülőgép szárnynak, vagy ebben az esetben egy versenyautó leszorító szárnyának a működését szeretném demonstrálni. Először egy rövid magyarázat, mitől működik egy szárnyprofil egyáltalán. Ha megnézzük, a szárnyat körülölelő levegő áramlása közben az egyik oldalon, ez itt esetünkben egyenes, rövidebb utat tesz meg, a másik oldalon, ezen az ívelt oldalon egy lényegesen hosszabb utat, ami ahhoz vezet, hogy ismét tudjanak találkozni, az alul folyó áramlásnak nagyobb sebességre kell gyorsulnia, ezáltal nyomása lecsökken, és az így okozott alacsonyabb nyomás a szárnyat lefelé fogja szívni. Tehát a meglepő az egy szárnynál, hogy a nagyobb erő nem azon az oldalon keletkezik, ahol nyomóerőre számíthatunk, hanem pontosan azon, ahol egy szívóerőre, egy depresszióról beszélünk, és ez adja a szárny hatásának a legnagyobb részét. Szárnyakkal kapcsolatban még érdemes megemlíteni, hogy mint minden aerodinamikai eszköznek, sajnos ez légellenállásba is kerül. Tehát egy leszorító szárny a saját légellenállásának a 2,5-3-szorosát tudja leszorító erőben teljesíteni. Most, ha bekapcsolom ezt a berendezést, akkor egy ventilátorral ráfújjuk a levegőt, és látni fogjuk, hogy egy súly ellenében hogyan alakul ki a leszorító erő. Tehát megérkezett a szárny profilunk abban a helyzetben, ahogy egy versenyautón is fel van szerelve. És ha most ábrázoljuk azt, hogy mi történik, ha közvetlenül előttünk halad egy másik jármű, és szélárnyékba kerül a szárny, akkor látjuk, hogy azonnal megszűnik a leszorító erő, ennek minden kellemetlen következményével a hátul haladó versenyautó, illetve vezetője számára.